Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Március 10-e van, az Ildikók ünneplik névnapjukat. 145 éve Alexander Graham Bell lefolytotta a legelső telefonbeszélgetést. Azt mondta, Mr. Watson, jöjjön ide. 81 éve született Chuck Norris amerikai karate világbajnok és színész. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Tragédia Zentán. Kutyatámadás következtében halt meg egy 4 éves kisgyerek a tiszaparti településen. Romlik a járványügyi helyzet Szerbiában. Bőven 4000 felett a koronavírus fertőzöttek napi száma. Illegális szemétlerakók keserítik meg a drejai lakosok életét. Ébredezik téli álmából a palicsi állatkert. Érdemes kilátogatni. Halálos kimenetelű kutyatámadás történt tegnap este Zentán. Az áldozat egy 4 éves kisfiú, akire saját házuk udvarán támadtak rá az ebek. Információink szerint 3 kutya volt a család tulajdonában. A tragédia mögöttem látható ház udvarán történt tegnap este. Úgy tudjuk, hogy a kisfiúra támadó kutyák a család tulajdonában voltak. A 4 éves gyermek sajnos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórház felé vezető úton életét vesztette. Stábunk ott járt, akkor a rendőrség még a helyszínelést végezte. A tragédia részleteiről nem sokat lehet tudni. Annyi azonban biztos, hogy a ház kapuján egy tábla is figyelmeztet arra, hogy veszélyes kutyák őrzik a portát. Az egyik szomszédos házban lakó Juhász Mária nem ismerte a családot. A halálos kutyatámadásról is csak szerda délelőtt értesült. Mi történt tegnap este, mit látott? Én csak a villogós autót láttam, este későn, már sötét volt, de azt sem tudom megítélni, hogy most mentőautó volt-e, vagy rendőrautó. Mert csak elment, én benn voltam ott hátul a konyhában, csak a villogást láttam. Én különösebben nem ismertem, én nem beszéltem egyikükkel se, még azelőtt, mielőtt elváltak, azelőtt mind a ketten a férj feleség, a gyerekkel itt volt. De én azokkal se beszéltem. Én nem beszélek a szomszédokkal se, mert én nem megyek sem erre se. Esetleg hallotta-e néha, hogy a kutyák ugatnak, vagy ilyesmit, mit tud róluk mondani? Hát én csak annyit tudok mondani, hogy éppen most mond a szomszéd azt, hogy én azt mondtam, hogy 2 kutya volt, olyan nagyobb, olyan vad kutyák. De azt mondja, hogy 3 kutya van. Ott jártunk, akkor a kisfiúra támadó kutyák már nem voltak az udvaron, ugyanis nem sokkal korábban elszállították őket az illetékesek. A 2 Rottweilert és a Dobermant elaltatták Zentán. Romlik a járványhelyzet Szerbiában, több a lélegeztetett és a kórházban kezelt beteg is, ez derül ki a 15 órai adatokból. Mintegy 17 ezer tesztből 4590 lett pozitív az elmúlt 24 órában. Az elhunytak száma is emelkedett, 21 beteg vesztette el a harcot ezúttal a kórral szemben. Hivatalosan tavaly március óta 4620-an haltak meg a koronavírussal összefüggésben. Immár 4311 beteget kezel a szerbiai kórházakban, 212-en lélegeztetőgépre szorulnak. A legtöbb beteg ma is Belgrádban volt, a szerb fővároson kívül Újvidéken, 224, Szabadkán pedig 65 új beteget vettek nyilvántartásba. 887 új koronavírussal fertőzött szemét regisztráltak az elmúlt 24 órában a tartomány területén, tájékoztat a Vajdasági Közegészségügyi Intézet. Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 9733. A legtöbb beteget, csaknem 3000-et Újvidéken tartják számon. A többi községben és városban 1000 alatt van az aktív fertőzöttek száma. Az illetékesek 40 községben rendkívülinek, 5-ben pedig kedvezőtlennek ítélik meg a járványügyi helyzetet.
A Belgrádban tervezett összes koncertet le kell mondani. A hétvégére pedig szinte biztosan lesznek új intézkedések Szerbiában a koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében, nyilatkozta ma Ana Brnabić indián. A szerb miniszterelnök elégedetlenségének adott hangot a koncertek szervezése kapcsán. Hozzátette, a szervezők büntetésre számíthatnak, mivel március 8-án és 9-én is zenés rendezvények voltak a Combank csarnokban. Bejelentette továbbá, hogy várhatóan holnap ülésezik majd a szerbiai válságstáb. Brnabić a vakcinákról szólva elmondta, hogy a kormány nem tervezi az oltási kötelezettség bevezetését, ugyanis szerinte ez ellentétes lenne az emberi jogokkal. A kormányfő reméli, hogy a továbbiakban is folytatódik az oltási kedv az országban. Romlik a járványhelyzet Verbászon és környékén, nyilatkozta Közügyek című műsorunk vendégeként dr. Bajai Bálint Csilla. A Verbászi Közkórház sürgősségi szakorvosa kiemelte, Kulla most kapott vörös besorolást, mivel a napi fertőzöttek száma kétjegyű. A Verbászi Közkórházban 70 hely van fenntartva a koronavírusos betegek számára. Jelenleg minden ágy foglalt. Ilyen esetben a zentai, a szabadkai és a zombori egészségügyi intézménybe küldik át a betegeket. Dr. Bajai Bálint Csilla hozzátette, jellemzően a 40-50 éves korosztályból kerül ki a legtöbb beteg. Mindenféleképpen tartsák be az intézkedéseket. Én nagyon sokszor hallom azt, hogy ez egy gripa. Nem gripa. Nem gripa, mert sokáig tart a gyógyítás, a gyógyulás. Egy gripát ugye átvészelünk 7 nap alatt. Ezt nem. Nem. Különösen, aki kórházba kerül, 40-50 napig is van, aki bent van, és ez rettentően hosszú idő. És még hogyha ki is kerülnek a kórházból, sokan még utána is tüneteket mutatnak, mert ilyen apró trombok képződhetnek a testben, amik bármikor szövődményeket képezhetnek. A teljes beszélgetést holnap láthatják a Közügyekben. Tartsanak akkor is velünk! Ismét elérte a 100-at a kórházban kezelt koronavírusos személyek száma Szabadkán. Az egészségügyi intézmény 5 nap után tett közzé információt. Eszerint egy nap alatt 54 vizsgálatból 17 beteget kellett felvenniük kezelésre. Ugyanakkor csak 11 pácienst tudtak hazaengedni otthoni lábadozásra. Intenzív terápiára 9-en szorulnak a szabadkai kórházban, közülük 8-an gépi lélegeztetésre vannak kapcsolva. Legutóbb 100 körüli beteget január első felében kezeltek a közkórházban. Szerbia az első Európában a második dózis koronavírus elleni vakcinát felvevők számát tekintve 1 millió lakosra nézve. Az adatok szerint az országban eddig 1.750.533 adag védőoltást használtak fel, 625.707-en pedig már megkapták valamely oltóanyag második adagját is. Szerbia egyébként a második Európában az 1 millió lakosra jutó beoltottak számát tekintve, világviszonylatban pedig a 8. helyen áll. Növekszik a koronavírus fertőzöttek száma Magyarországon, és egyre többen szorulnak kórházi kezelésre is. 5653 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában, és elhunyt 179, többségében idős, krónikus beteg. A vírus szövődményeiben meghaltak száma ezzel 16325-re emelkedett. 8348 koronavírusos beteget ápolnak a magyarországi kórházakban. Közülük 844-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltási program jelenleg is zajlik, már 1 millió, illetve már 1,1 millió a beoltottak száma. Az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karának számítás technikai fejlesztése. Más települések mellett Csóka és Zenta közlekedési infrastruktúrájának javítása és a zombori Mosztonga sportcsarnok elektromos berendezésének cseréje. Egyebek mellett ezekről döntött mai ülésén a tartományi kormány. Az említett felsőoktatási intézmény fejlesztésére 48 millió, míg az utak építésére és karbantartására 22 millió dinárt különítettek el a költségvetésből.
Minden évben a tavaszi vetés előkészületei előtt drágulnak a beruházási alapanyagok, ezt tapasztalják a gazdálkodók. A kiadások növekedésével azonban a támogatások nem emelkednek, sőt, az idén hektáronként 1200 dinárral kevesebb jut a bejegyzett birtokoknak. A termelők azt mondják, nem tudnak versenyképesen termelni. Az őszi káposzta repce fejtrágyázását végzi Sárvári Nándor adahatári gazdálkodó. A nitrogén tartalmú műtrágyát még decemberben beszerezte, amikor elfogadható volt az ára. Az alapanyagok mostani áremelkedése lényegesen megdrágítja a tavaszi munkákat. Egy pillanatra azt mondjuk, hogy örülünk, mivel a gabona árak egy bizonyos téren megy fel az ára, de viszont a befektetés meg nagyon drasztikusan emelkednek, ugyanúgy üzemanyag műtrágya minden napról napra megy fel. Annak ellenére, hogy a terménytőzsdén jól alakul a termények ára, a gazdálkodók támogatások nélkül nem lehetnek fejlődőképesek. Burány Krisztián zentai gazda szerint a terület alapú támogatás is nagyon kevés, de mint mondja, a hektáronkénti gázolaj támogatás megvonása még nagyobb érvágást jelent a gazdálkodásban. Nekünk minden kis pénznek, a támogatásnak örülünk, vagy szükségünk lenne rá, a fejlődésnek, a továbbhaladáshoz. Egyszerűen én nem akartam elhinni, mikor megtudtam ezt, hogy nem kapjuk meg az üzemanyag támogatást. Nem nagy összeg ez hektárra, vagy hogy mondjam, a 20 hektáros szorzóval, mert nem 20 hektáron gazdálkodik a gazda. Vannak itt, akik sokkal nagyobb területeket csinálnak. De egyszerűen egy valamit nem értek. Azzal dicsekedni, hogy jól teljesített a mezőgazdaság Szerbiában, a Covid ideje alatt, és most ezzel büntetnek bennünket? Tehát ez nekem felfoghatatlan. A gazdák elmondták, a hektáronkénti terület alapú támogatást folyósította a mezőgazdasági minisztérium. Szerintük azonban a fejlődéshez és ahhoz, hogy a fiatalok a mezőgazdasági szektorban maradjanak, sokkal komolyabb támogatásokra lenne szükség. Nézzük a híradó további témáit. Adhatnak vért azok, akik felvették a koronavírus elleni védőoltást, tájékoztatnak az illetékesek. Enyhe napok állnak előttünk, komolyabb hajnali fagyokra már nincs kilátás. Március 10-e tisztelgés a Székely bátorság előtt. A Székely Nemzeti Tanács 2012. januárjában döntött arról, hogy minden év március 10-e legyen a Székely szabadságnapja, egyben a székelység összetartozásának szimbóluma. Ezen a napon fejet hajtunk mi magyarok egyrészt az 1854. március 10-én a Marosvásárhelyi postaréten kivégzett székely vértanúk, másrészt a nemzeti önrendelkezésért folytatott szabadságharc előtt, írja közös közleményében Szili Katalin, magyar miniszterelnöki megbízott és Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkár. Ez a nap ugyanakkor tisztelgés a székely bátorság előtt is, amely kifejezője, hogy közösségként egységesen áll ki az európai keretek között értelmezett és az európai alapelveket és példát követő autonómia mellett. Megsegítik az árusokat, akik éves bérletet váltottak a topolyai vásárra, tájékoztat a helyi önkormányzat. Közleményükben azt írják, a járványügyi helyzet miatt a piac közvállalat nem tartja meg a március 14-i kirakodó vásárt Topolyán. Az önkormányzat az árusok megsegítése érdekében 1.800.000 dinárt különített el költségvetésében a piac közvállalatnak. A cél az, hogy azok az árusok, akik éves bérletet váltottak a topolyai vásárra, egy meghatározott időszakban mentesüljenek a bérlet fizetése alól, teszik hozzá. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet adatai alapján jelenleg egyébként 67 aktív koronavírussal fertőzött beteg van Topolya községben. Az önkormányzat kéri a polgárokat, hogy tartsák be a járványügyi előírásokat.
Kötelező a csatlakozás a csatorna hálózatra azok számára Palicson, akiknek a háza előtt van csatorna, tájékoztat az illetékes közvállalat. Mint írják, csak azokat az objektumokat tudják rákötni a hálózatra, amelyek legalizálva vannak. A vezetékhez való csatlakozáshoz kérelmet kell benyújtaniuk az érintetteknek, amelyet a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalathoz kell eljuttatni. Ami még fontos, hogy ugye itt kedvezményezett ez a csatorna rákötés, ami azt jelenti, hogy egy csatorna bekötés 27 ezer dinárba kerül. Aki egyszerre fizeti be, tehát egyben az egész összeget, az 20% kedvezmény kap, illetve a másik engedmény az, hogy aki akarja, az részletekben is bírja. Itt kibővítettük a részletfizetést 24 havi, tehát a 27 ezeret hálozzák 24, az 1000 valamennyi dinár havi részletfizetési lehetőség is van, és ezt a kérvényt a vízműveknek kell átadni. Évtizedek óta megkeseríti az Úbecse községhez tartozó Drea lakóinak az életét a falu közelében lévő illegális szemétlerakó. Hasonló gondokkal küzd a község minden települése. Az önkormányzatnak saját pénze nincs a probléma megoldására, de pályázati támogatással szeretnének tartós megoldást találni erre a gondra. Hiába van sárrázó az úton, a traktor csak az utolsó pár méteren tud haladni rajta. A Dreánál lévő sárrázó nagy részét és a mellette lévő magánparcellák egy részét is szemét borítja. A legnagyobb gond az, hogy a tetemeket, az elhunyt állatokat kihordják ide, és akkor, mikor jó idő van, fölmelegszik, fúj a szél befelé faluba, nagyon érzik a szag. Nem lehet még lédni az udvarokba, és akkor én szerintem ez nem jó az egészség szempontjából se. A Topolyai út mellett épp a Dreára elágazó úttal szemben lévő illegális szemétlerakó hosszú évek óta megkeseríti az itt élők életét. Gyakran más településekről is hoznak ide szemetet. Nagyon sokan hordják Becsérő, Topolyáru, Szent Tomású, Gunarasról. Ott is vannak szeméttelepek, de valahogy könnyebb itten így nekünk az út mellé kifordítani, és akkor az úgy helyes. A kutyákat dobálják ki, a kutyák, a falu tele van kutyával. Nem tudunk mit csinálni éjszaka vagy este, mikor sötét van, a gyerekek nem mehetnek ki az utcára, mert annyi kutya van, hogy egyszerűen nem tudunk velük mit csinálni. Ilyen illegális szemétlerakó a község minden településénél van. Az Óbecsei Tiszamente Óbecse Kommunális Szolgáltató Kft. Ezekért nem, csak a háztartási hulladék elviteliért és a városi Botra szemét telepért felel. Megoldási javaslatot azonban már tettek a probléma megoldására. Kamerát oda lehet állítani, kamera mindent bír rögzíteni, minden megmarad a szerveren, a fölügyelőségbe, az inspekcióba. Az inspekció bírja meglátni, hogy kivitte a szemetet, kidobta, megvan a rendszámtábla, látszik a kocsinak a rendszámtábla, a személy, aki volt oda, és hogy indítsornak eljárásokat ellenük, hogy többet ne vigyék oda a polgárok. Az illegális szemétlerakók bekamerázására és felszámolására az Óbecsei önkormányzatnak saját forrása nincs. Pályázati pénzekből szeretnék megoldani ezt a problémát. Az elmúlt hetekben Magyar Kanizsán ismét közbeszéd tárgya lett a Tiszaparton elhelyezkedő Vizapron Kft. Kéménye által kibocsátott sűrű füst. A helyiek a közösségi oldalakon keresztül kerestek válaszokat. Ennek kapcsán tartottak ma sajtótájékoztatót az illetékesek. A magyar kanizsaiak körében már évek óta téma a Vizaprom Kft. Fafeldolgozó üzeme és az azzal összefüggő esetleges légszennyezés. Az elmúlt hetekben több alkalommal is sűrű fekete füst szállt fel a vállalat kéményéből. Ezt a helyiek többször szóvá is tették a közösségi oldalakon. A mi gyárunk semmiben nem különbözik a lakossági fafűtésű kályhák tüzelési módjától, tehát kizárólag fával fűtünk. Azzal a különbséggel, hogy nálunk nagyon mennyiségben értelemszerűen folyik a tüzelés, ami az üzemanyagot illeti, de ez nem azt jelenti, hogy bármivel nagyobb az emissziója, mint egy lakossági kályhának, amit bármelyik polgártársunk használ. A sajtótájékoztatón az illetékesek elmondták, hogy pár évvel ezelőtt az önkormányzattal karöltve már beszereztek egy részecske szűrőt az említett kéményre, amivel a hamut ki tudják szűrni, azonban a füst megmarad. Imali smo u proteklih mjesec ili 40 dana remont drobilice za drvo,
te smo imali pojavu malo gušćeg i veće količine dima i gušćeg dima iz prostog razloga što su ljudi ložili krupniji otpad, pošto je drobilica na remontu i pored toga je otpad bio vlažan. A gyárlátogatáson a magyar kanizsai polgármester is jelen volt, aki elmondta, hivatalosan semmilyen panasz nem érkezett az önkormányzathoz az említett problémával kapcsolatban. Hozzátette, a gyárban egyébként folyamatosak a környezetvédelmi ellenőrzések. Tudni kell azt, hogy egészségügyi szempontból nem lépik túl azt a határértéket, ami most pillanatnyilag a szerbiai törvények szerint megengedett. Ezért is történt meg 5-6 évvel ezelőtt az a közös beruházás, ami magát a szemcséket szűri ki magából a füstből. Tehát most, amit látnak, az valóban a tüzeléssel eredendő füst, amit itt az előbb a cégvezetők meg is magyaráztak, vagy körbejártak. Az illetékesek elmondták, hogy a szóban forgó kazán az 1960-as évek óta üzemel a gyárban, és a megoldás egyértelműen egy új kazán lenne. A beruházás több millió eurós lenne, így a vállalat egyedül nem tudná finanszírozni. Hangsúlyozták, hogy ők is a probléma megoldásán dolgoznak, de ehhez támogatásra van szükségük. Több esetben változhatnak a koronavírus elleni védőoltás felvételének időpontjai Magyar-Kanizsa községben. Ennek egyik oka például a védőoltás típusa, ugyanis egy ampulla több adagnyi oltóanyagot tartalmaz, magyarázzák az illetékesek. Az időpontváltozásokról a Magyar-Kanizsai Vöröskereszt önkéntesei telefonon értesítik a polgárokat. A koronavírus elleni vakcina felvétele kapcsán időpontra hívják a lakosokat, viszont ez a meghatározott idő módosulhat, mondta Gyulai Karolina, a Magyar-Kanizsai Egészségház igazgatója. Ennek egyik oka a védőoltás típusa, ugyanis egy ampulla több polgár beoltására elég. Ez azért van, mert a vakcina, illetve a védőoltás fajtájától is függ, hogy milyen gyorsasággal kell, hogy beadjuk a védőoltást, mivel hogy a védőoltásnak az applikáció úgy adja, hogy 10 percre egy páciens, ezt mink nem tehetjük meg, tehát nem húzhatjuk ennyire szét, különösen egy Pfizer védőoltásnál, vagy egy AstraZeneca-nál, aminél össze kell várnunk a Pfizer-nál 6 embert, illetve az AstraZeneca-nál legalább 10-11 embert, hogy elkezdhessük a védőoltás beadását, tehát amint felnyissuk a védőoltást, nagyon gyorsan be kell adni a megadott száma embernek. Az esetleges időpont változásról a Magyar-Kanizsai Vöröskereszt önkéntesei értesítik a polgárokat. Ugyanakkor az oltásra jelentkezők sokszor kételkednek a hívás hitelességében, mondta Cseszko Monika, helyi Vöröskereszt titkára. Az önkormányzat részéről jött a megkeresés. Február 10-e óta 3 önkéntesünk segíti az egészségház munkáját, ahol a pontos időpontra hívják a lakosságot. Nagyon gyakran találkoznak ezek az önkéntesek azzal, és jó, hogy a polgárok gyanakodnak, hogy a telefonon nem hiszünk el mindenkinek mindent. Ezek az önkéntesek az egészségház nevében telefonálnak, és megadják azt az időpontot, amire nekik jönniük kell. Az illetékesek arra kérik a polgárokat, hogy abban az időpontban jelenjenek meg az oltóponton, amelyet a Vöröskereszt önkénteseivel előzőleg telefonon egyeztettek. Azoknak az önkéntes véradóknak, akik felvették a koronavírus elleni vakcinát, a következő dolgokra kell figyelniük a védőoltás felvétele után. Meg kell felelniük az általános véradási kritériumoknak, magukkal kell vinniük az igazolást arról, hogy melyik gyártó védőoltását vették fel. Ha valaki nem tudja igazolni, milyen típusú vakcinát kapott, akkor 4 hetet kell várnia arra, hogy újra adhasson vért. Ha a véradó a Moderna, a Pfizer vagy a Sinopharm védőoltását vette fel, akkor adhat vért. Ha pedig az AstraZeneca, a Sputnik V vagy a Janssen vakcinájával vannak beoltva, akkor 2 hetet kell várniuk, mielőtt újra vért adnának. A beoltottaknak nincs lehetőségük vérplazmát adni, tájékoztatnak az illetékesek. Oroszlán, szervál, maci, antilop, mindannyian örülnek a tavaszi időjárás beköszöntének, legalábbis tábunk ezt tapasztalta a palicsi állatkertben ma délelőtt. Fokozatosan melegszik az idő, így egyre több állat bújik elő.
A palicsi állatkertben számos madár, majomfaj, emlős, de egzotikus állatok is várják a látogatókat. Szerda délelőtt az állatok többsége napozott. Az aprócska kengurúk ugrándoztak, míg a fókák már bőven megszokták az új helyüket. Lubickoltak a medencéjükben. Az állatkert látogatása kiváló kikapcsolódás nem csak hétvégén. Dolazimo dosta često, bar jedno mesečno, možda i češće. Tu sam sa majkom i sa malim nećakom, tako da smo došli da vidimo, najviše volimo foku. I evo, oni upravo gledaju majmunčiće na ostravu, tako da baš volimo da dolazimo i često volimo. A tavasz és a melegebb idő közelettével több állatot láthatnak majd az érdeklődők, hiszen az állatkert dolgozói kiengedik őket a kifutóra. Érdekesség egyébként, hogy az időjárás változás hatással van az állatok étkezési szokásaira. A húsevő állatok télen minden nap, meleg időben, főleg nyáron pedig heti 5 alkalommal kapnak ételt. Meséli dr. Jánosi Tibor, az állatkert orvosa. A növényevő állataik azok kétszer kapják, délelőtt is, délután is. Általában úgy szoktuk, hogy az abrak, tehát a különböző szemes takarmány, vagy pedig a tápok, koncentrátok, stb. Azt külön viszik az állat, és utána a szénás dolgokat délutánra adják oda, ami aztán ők egész nap, egész éjjel, rástabdélőt is, amik bírják fogyasztani. A majmoknál is az ilyen, azok is kétszer kapják naponta. A díszmadarak, mint például a tyúkfélék, fácánfélék naponta egyszer kapnak enni, tette hozzá az állatorvos. A palicsi állatkert munkanapokon 9 és 17 óra között várja a látogatóit. A felnőttek 300, a nyugdíjasok 200 dináros áron tudják megvásárolni a belépő jegyeket. Újabb Pannonbaba látta meg a napvilágot, kolléganőnk Szebenyi Viola hozta világra első gyermekét, Mátyást. A kis csöpség 2720 grammal és 47 centiméterrel született, mind az anyuka, mind pedig a baba jó egészségnek örvend. Szép gyermekkort kívánunk a család legfiatalabb tagjának. És most az időjárásról. Reggelente gyenge fagyok, napközben felhős, de általában száraz idő jellemzi a következő napokat Vajdaságban. Csütörtökön a reggeli gyenge fagy után napközben kisebb felmelegedés kezdődik. A legalacsonyabb hőmérséklet -4 és 0, a legmagasabb 8 és 14 fok között alakul. Pénteken is hasonló időjárásban lesz részünk, de ekkor az északi és a nyugati területeken már eső is lehet. Szombaton több felé lehet csapadék, de továbbra is 15 fok körüli maximumokat mérhetünk. Kupa meccset játszik holnap délután a TSC labdarúgó csapata. A topolyaiak a negyed döntős párosításban a szurdulicai Radnikkal mérkőznek meg a legjobb négy közé jutásért. Sasa Tomanović, a TSC csapatkapitánya bízik benne, hogy a bajnokságban elszenvedett két vereség után most visszatérnek a győzelem útjára, és történelmi sikert elérve bejuthatnak a szerb kupa elődöntőjébe. Az összecsapás csütörtökön 12 óra 55 perckor kezdődik Zentán, továbbra is nézők nélkül. Kupu utakmice su zanimljive zato što imate jednu utakmicu i u njoj odlučujete da li idete dalje ili ste ispali. Za nas bi bilo jako lepo da uđemo u polufinale kupa, to bi bila neka istorija našeg kluba i za nas igrače bi bilo stvarno lepo. Imamo veliku želju da pobedimo sutra i tako ćemo da uđemo u utakmicu. Győzelemmel kezdett Győre László a Santiago-ban zajló 250-es ATP férfi tenisztornán. 5-7-7-5-6-3 arányban verte ellenfelét a portugál Sousát. A következő körben a Tiafoe-Bagnis párharc győztesével mérkőzik a zentai teniszező. És eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Tragédia Zentán. Kutyatámadás következtében halt meg egy 4 éves kisgyerek a tiszaparti településen. Romlik a járványügyi helyzet Szerbiában. Bőven 4000 felett a koronavírus fertőzöttek napi száma. Illegális szemétlerakók keserítik meg a drejai lakosok életét. Ébredezik téli álmából a palicsi állatkert. Érdemes kilátogatni.
Köszönjük, hogy követték hírműsorunkat a panonrtv.com-on. Még több információt és hírt találnak, de riportjainkat is visszanézhetik. Maradjanak velünk a továbbiakban, és szép estét kívánok, viszontlátásra!